Verőfényes nyárutói napsütés kísérte a már hagyományjá vált Sajószegedi Krumpli Fesztivált. A nap egyik legnépszerűbb programjának a főzőverseny bizonyult, melynek legjobbjait hatalmas fakanállal és egyéb díjakkal jutalmazták. Az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület szervezésében tartották meg 2011. szeptember 10-én a 7. Nemzetközi Krumpli Fesztivált Sajószegeden, ahol természetesen a burgonya volt a főszereplő. A rendezvénynek az volt a célja, hogy a lakosság kedvezményesen vásárolhasson télire való burgonyát, zöldség-gyümölcsfélét. Ugyanakkor a vendégek emellett szórakozhassanak és együtt tölthessenek egy kellemes délutánt. Természetesen mindezt a burgonya köré csoportosítva. A rendezvényt a Derkovics Mazsoret csoport és fúvózenekar műsora után délelőtt 10 órakor Ládi Balázs polgármester úr nyitotta meg, majd az egyház képviselői megáldották a terményeket. Kedves közelről és távolról, határon innen és határon túlról ide látogató vendégek, igen nagy öröm számunkra. Nem azt mondom, hogy elfogadták meghívásunkat, hanem azt mondom, hogy örömteli érzés az, hogy ilyen szép számmal ide látogattok településünkre. Hadd emeljem ki azt, hogy nem kis fáradtság volt az, hogy ismételten meg tudjuk rendezni, megrendezésre kerüljön immár 7. alkalommal a Krumpli Fesztivál. Különösképpen minden elismerésem az önkormányzat részéről a civil szervezetnek, az ASZTA vezetőségének, elnökasszonynak, és az ASZTA vezetőségén belül pedig annak a szervezőnek, akit úgy hívnak, hogy Galambosi Gyuláné, aki hallatlan energiát fektetett abba, hallatlan energiát fektetett abba, hogy az rendezvény létrejöhessen. És egy szervezők, illetve a szervezők számára mi az, ami jó érzés? A jó érzés az, hogyha majd a nap végén a kedves vendégek úgy indulnak vissza a településünkről, hogy igen, érdemes volt erre a Krumpli Fesztiválra ellátogatni, mert ezen a Krumpli Fesztiválon, a Szegedi Krumpli Fesztiválon még a krumpli levesnek is jó íze volt. Kívánom azt, hogy nagyon jó étkeket főzzenek, kívánom azt, hogy adják át magukat a kulináris élvezeteknek, sikeres jó főzést, kellemes napot, a jövő év viszontlátása. Köszönetet mondunk néked, és magasztalunk téged, teremtő Istenünket, örökkön, örökké, amen. Megáldatik és megszenteltetik ez a növény, a Szentlélek Isten malasztja, a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Nekem egy áldás marad, amit fogadjatok szeretettel. Istennek népe, áldja meg téged az Úr is, őrizzen meg tégedet, világosítsa meg az Úr az arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az arcát te rajtad, s adjon néked békességet. Amen. Közben a fesztivál területén kezdetüket vették a különböző sportversenyek, a Torino foci kupa és a főzőverseny is. A színpadon folyamatosan fellépő előadók minden korosztály igényét kielégítették. Felléptek a helyi általános iskola és óvoda gyermekei, amatőr művészek, a Miskolci Nemzeti Színház művészei, a Klub 96 fiatal előadói. Bemutatkoztak a sajószögedi és a vendégtelepülések népdalkörei is. A fesztiválra Romániából és Szlovákiából is érkeztek résztvevők. Ők helyi specialitásokat is főztek, amit meg lehetett kóstolni, vásárolni. Idén újdonság volt a süteménysütő verseny, amelyre bármilyen finomsággal lehetett nevezni. Kóstolójegy ellenében bárki megízlelhette a sütiket.
A jegyek árából befolyt összeget az ASTA, a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek ajánlotta fel, 30 ezer forintot sikerült így összegyűjteni, melyet Veres Andrásné az Egyesület elnöke és Galambosi Gyuláné alelnök adtak át Kovács Györgyné óvodavezetőasszonynak. A rendezők ezúton is szeretnék megköszönni a résztvételt mindenkinek, aki benevezett a süteménysütő versenyre és azoknak a lakosoknak is, akik vásároltak belőle, így támogatva az óvodát. Este a Vídió együttes szórakoztatta a táncolni, mulatozni vágyókat. Ej, ha egyszer megfoglak, mama dulcsúban, Thank you.